Most már 9-en maradtak csak a vendégek. Hát innen az már szenzáció lenne, hogyha képesek lennének egyenlíteni, de kaptak egy 11-est. És egy sárga lapot is kioszt Vad 2 Gohérnak. Vernes az előző héten a Siófok ellen, most a Diósgyőrrel szemben hoz össze büntetőt. Itt átveszi a labdát Vernes. Fogta a vállát Gohér, ő meg fogta Gohért a bal kezével. Tessék nézni, így forgott be, és aztán dobta el magát Vernes. Sajnos tényleg nem lett csendes meccs. Délceg büntetője. Belövi csak úgy, mint a Siófok ellen, egyenlít a Honvéd 9 emberrel. Rossi mindenkit hátra terel, nyilván a gólöröm utáni percekre vonatkozik ez majd, hogy 9 emberrel valahogy megvédjék ezt az 1-1-es döntetlent. Délceg 9. gólja a bajnokságban. Nem mondom, hogy nem volt benne a Honvéd játékában a gól, de nem feltétlenül így.